A hazai pályelőnyével többek között a szekszárdi Gallarda kamarakórus is büszkélkedhetett. A Szabó Szabolcs karnagy által vezetett kórus életére is kihatással volt a koronavírus járvány az elmúlt időszakban. 12 évvel ezelőtt vettem át az alapító Anducska Adrientől a szekszárdi Gallarda kamarakórust, és azóta nagyon sok szép élményben volt részünk kül- és belföldön egyaránt. Legutóbb Siógárdon énekeltünk a katolikus templomban, nagyon nagy örömmel, és minden szereplést, minden meghívást azóta is mindig nagyon szívesen fogadunk is. Így a Bárdos Fesztiválnak is állandó vendégei vagyunk. Folyamatosan kellett készülnünk, és az a 2 év, gondolom a kollégáim is elmondták, nagyon-nagyon sokat ártott annak, hogy ez a készülés folyamatos legyen. Amit lehetett, megtettünk. A műsorunk most se volt könnyű, a Siógárdi, és a jubileumi műsorunk 22-én majd az újvárosi templomban, Szekszárdon szintén nem lesz könnyű, de megtettünk mindent, hogy a hiányzókat is értesítsük. Volt, amikor úgy tudtunk nekik segíteni, hogy filmre vettük a próbát, és elküldtük nekik. Így dolgoztunk. Bárdos Lajos nevével fémjelzett kórus találkozón vagyunk, ennek a megálmodója Kempelen Tünde, és a kedves férje Miskolci Otto volt, és Szekszárd városa is csatlakozott ahhoz a nemes kezdeményezéshez, hogy ünnepi hetek keretében, Bárdos Lajos zenei hetek keretében az ifjúságot és a felnőtt énekkari mozgalmat szólítsák meg. Felnőtt kórusok vesznek részt, azért, mert az éneklő ifjúság diszhangversenyt külön szervezzük a középiskolás és az általános iskolás korosztálynak, az már ebben az évben megvolt, és most a megyéből hívtak kórusokat, Szekszárdról is 2 kórust lehet hallani, illetve egy vendégkórus érkezett Budapestről. Meghatározott műsoridő alapján kellett összeállítanunk a műsort, és mindenképpen egy bárdos alkotás el kell, hogy hangozzék. Mi az Úr érkezése művet választottuk. A Főnix református kórus régóta együtt énekel, és nagyjából 12-13 főt számlál, melynek irányítása mellett a Nagydorogi Katolikus Női Kórus alapítása is Balogh László nevéhez fűződik. A Nagydorogi Magnifikát Katolikus Kórusnak, illetve a Kajdacsi Főnix református kórusnak vagyok a karvezetője. Mindegyik kórus egy kislétszámú társaság, zenekedvelő énekesekből áll, amatőrök vagyunk, nevünkből adódóan egyházi kórusok vagyunk, ebből adódóan nagyon szívesen szolgálunk istentiszteleteken, katolikus liturgiákon, esküvőkön. A katolikus kórussal több ízben adtunk már önálló hangversenyt a Nagydorog településén és környékén. A Főnix református kórussal is adtunk egy koncertet. Sajnos a pandémia miatt ez csak online formában valósulhatott meg, de hát nyitogatjuk a szárnyainkat. És most nagy szeretettel és nagy örömmel érkeztünk ide, hogy kipróbáljuk magunkat és halljunk más tapasztaltabb kórusokat, hogy hogyan lehet, hogyan kell ezt még jobban csinálni, tehát a fejlődés megmutatkozás jegyében érkeztünk, és örülünk, hogy itt lehetünk. A felkészülést egy hosszú időszaknak tudjuk be. A Főnix kórus az egy 4 szólamú kórus, 4 szólamot sikerült belőlük kihozni. Megszólaltattunk 4 szólamú, 3 szólamú darabokat is. A Nagydorogi Katolikus Kórus, az egy női kar, ebből adódóan velük 2, illetve 3 szólamban tudunk énekelni, mindkét kórussal énekelünk a cappella, illetve hangszerkíséretes műveket is. A pandémia mindkét kórus életében nyomot hagyott, mint minden kórusnak, úgy nekünk is abba kellett hagynunk a próbákat sajnos, de aztán, amint lehetőségünk kínálkozott, újból összejöttünk és készültünk gőzerővel erre a kórus találkozóra is, illetve a saját rendezvényeinkre is.
Berlinger Attila, a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatóját örömmel tölti el, hogy 2017 óta már csak a Babits ad otthont Tolna megyében a Bárdos Lajos zenei heteknek. 44. alkalommal rendezzük meg a Bárdos Lajos zenei hetek című kórus találkozót. Ennek egészen a 70-es évek végéig van egy hagyománya. Solymáron indult annak idején, Kempelen Tünde, Karnagy és alapító közreműködésével. Nagy örömünkre ez a 44 év után még hasonló lendülettel folytatódik most is ennek a kórus találkozónak a szervezése. Országosan is természetesen sok helyen zajlik egy hasonló program, de mi a Tolna megyei kórusokat fogjuk össze nagy örömmel. Sajnos a főszervező alapító asszony Tünde ma nem tud itt lenni velünk egy betegség miatt, de innen is nagy szeretettel üdvözöljük, és jövőre várjuk vissza a 45. alkalommal. Egy kicsit a Covid-járvány az idei rendezvényt keresztül húzta, kevesebb kórus tudta vállalni idén a fellépést, ugyanis hát létszám problémákkal küzdöttek, nem tudtak próbálni hónapokon keresztül, és hát bizony azt tudjuk, hogy itt nem a 20-30 évesekből álló kórusok vannak, sajnos az utánpótlás hiánya itt is egy kicsit látszik, de összegezve az egészet nagyon nagy öröm, hogy mint ahogy mondottuk, 44. alkalommal is egy ilyen patinás rendezvény újra itt lehet a mi intézményünkben, és örömmel szervezzük meg a következő években, és adunk otthont a Bárdos Lajos zenei heteknek.